Digitálisan ünnepli a brüsszeli Balkan Traffic Festival a 15. évfordulóját. A tavalyi évhez hasonlóan a pandémia idén is arra kényszerítette a szervezőket, hogy a programokat online tegyék elérhetővé. Új applikációt is terveztek, hogy a közönség mobiltelefonjával követhesse az eseményeket. Az alkalmazás a fesztivál után is működni fog. 10 zenekarból 5-öt tudnék Brüsszelbe hozni, ezért az adott országban operatőröket vettem föl, meséli a fesztivál igazgató. Legyen az Moldova, Koszovó, Szerbia vagy Bulgária. Több kamerával készülünk majd az élő online közvetítésekre. Azok a zenészek pedig, akiket ki tudok hozni Brüsszelbe, egy fantasztikus hangstúdióban játszanak majd, amit szintén több kamerával szereltünk fel. Világjárványban még a digitális térbe szorult fesztivál lebonyolítása is hatalmas kihívás. Mindenki aggódik, és erre figyelnünk kell. Ott vannak a hangmérnökök, a technikusok, a zenészek. Szakértőket alkalmaztunk, hogy megtervezze nekünk a kontaktus nélküli lebonyolítást a különböző csoportok között. Ez elképesztően összetett. Sokkal egyszerűbb lett volna feladni. Mindenki azt mondta, hogy Nikola, könnyebb lenne másodszor is törölni a fesztivált, majd jövőre megrendezitek, tartsd meg a pénzed. Erre én azt feleltem, nem. Ez olyasmi, amit életben kell tartani. Muszáj tenni valamit, ez motivál engem idén. Köszönöm, hogy időt szánt ránk, és sok sikert kívánok ehhez a virtuális kiadáshoz, mondja az Euronews kulturális szerkesztője. A Balkan Traffic Festival digitális változatát interneten és mobiltelefonos alkalmazáson keresztül április 21-e és 25-e között láthatják.